Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket Pál apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelőre készülve a 197-es számú énekünket énekeljük. A 197-es számú énekünknek a második versét, mely így kezdődik. Nem éltem még a földszínén, te értem, megszülettél. Szülők és keresztszülők ünneplő, családtagok ünneplő gyülekezet. Feltámadt Úr Jézus Krisztus, mielőtt felment a mennybe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el, tehát tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Olvasom még János evangéliumának 3. részéből az 5. verset. Jézus Krisztus mondja, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ámen. Gyülekezet foglaljon meg. Kedves szülők, keresztszülők, ünneplő családtagok, ünneplő gyülekezet, a legkeletebbre élő magyar népcsoport, a csángók két nagyon érdekes kifejezéssel élnek, amikor gyermekét váró állapotos nőről beszélnek, vagy éppen egy gyermekét nemrég megszült édesanyára utalnak. Az állapotos nőre azt mondják, hogy jövője van, a gyermekét megszült édesanyára pedig azt mondják, hogy megszépült. Magyar nyelvünk nagyon beszédes, és nagyon szépen fejezi ki azt, hogy aki gyermeket vár, az készül arra, hogy valamiféle jövője lesz annak a gyermeknek. Az készül arra, hogy az a gyermek, ha megszületik, majd fel fog nőni, és felnőtt emberé fog cseperedni. És nem véletlen az, hogy az édesanyára, aki gyermeket szült, azt mondják, hogy megszépült, hiszen Isten az, aki megáld a gyermekkel, és úgymond szépé teszi az édesanya életét. Ünnepi alkalom ez a számotokra, ünnepi alkalom az egész gyülekezet számára, amikor Isten, ez a gyönyörű szép kislányt, Izabellát befogadja az ő nagy családjába, a keresztjének családjába. Ünnep ez, mert az ő életét ünnepeljük, és ünnepeljük azt, hogy Jézus Krisztus érte is meghalt a keresztfán, őt is megváltotta a bűneiből, számára is a bűnbocsánatot, az örök életet és a feltámadást kínáljuk. Ahogy Jézus Krisztus mondja, szükséges víztől és lélektől újjá születnünk. Nem csak egyszer megszületnünk ebbe a föld életbe, hanem a keresztség által víztől újjá születnünk, és az Isten szent lelke által lélekben is újjá születnünk. Hittünk szerint, most amikor nem sokára picin gyermek fejét éri a keresztvíz, akkor a Szentlélek által is Isten belép az ő életébe. A Szentlélek által is Isten biztosítja őt, az ő családját, az egész gyülekezetet, hogy Jézus Krisztus váltsága érte is megtörtént. Nagyon fontos az, hogy ez ne csupán egy szép esemény legyen a családban, később aztán egy emlék,
egy-két fénykép legyen erről, amit majd meg lehet nézni később, hanem valóság váljon ebből számotokra. Hogy megéljétek azt minden nap, hogy az Isten szeretete és kegyelme ott van az életetekben. A ti felelősségetek, hogy ez a picin gyermek megismeri az ő megváltóját, az Úr Jézus Krisztust, halljon róla, szóljon hozzá, vele kapcsolatba kerüljön, és majd a konfirmáció alkalmával önként tegyen vallást a Jézus Krisztusba vetett hitéről. A mindenható és kegyelmes Isten ehhez adja az ő szent lelkét nektek, megáll ebben benneteket. És ahogy nagyon szépen mondja magyar anyanyelvünk, jövőtök van gyermeketek által. Isten adja, hogy ez a jövő reményteli legyen, az Isten áldásaival és kegyelmével gazdag Izabella és egész családja számára. Amen. Gyertek most a gyülekezet közösségében, közösen valljuk meg hitünket, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a Református Egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre őszinte szívvel és hallható szóval. Akarjátok, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházon befogadtassék. Feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként legyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet előtt. Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Kérdezem a gyülekezetet, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzák, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy ő hitben neveljék. Feleljétek, ígérjük. Hajtsuk meg most a fejüket és sajátkozzuk. Szerető mennyi édesatyánk, de Jézus Krisztus által hálát adunk neked, hogy amikor Izabella megfogadta már, akkor gondoskodtál róla, már akkor igent mondtál az ő életére. Hálát adunk azért, hogy világra segítetted, és hogy az édesanyját is megőrizted. Kérünk, hogy fogadd most be őt a te nagy családodba, a keresztények családjába. Bár még értelmével nem képes felfogni, mi történik vele, gyermeki szívével képes megérezni a te végtelen szeretetedet és jóságodat. Neked ajánljuk őt, te viselj gondot rá és családjára, óvd meg őt a gonosztól, áld meg, hogy boldog és teljes életet élhessen. A te szent fiadért, a mi úrunk Jézus Krisztusunkért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Izabella, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. A mindenható és kegyelmes Isten cselekedje, hogy ez a gyermek növekedjék testben és lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Amen. Most foglaljuk helyet, és a kiskórus szolgálatát hallgatjuk.